Igen, tisztelt házelnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Ha megengedik, azzal kezdeném, hogy 5 éven keresztül nagyon sokat hallottuk az elmúlt időszakban, hogy milyennek kellene lennie az ellenzék stílusának, hiszen sok vélemény diktátornak nem felelt meg az az ellenzéki képviselői stílus, amit a Fidesz megvalósított a parlamentben, annak ellenére, hogy most már tudjuk, hogy ez a választók kétharmadának tetszett. Önök a személyeskedő mondandójában, frakcióvezető társam, tanúbizonyságot adtak arról, hogy önök is tudnak olyan ellenzéki stílust produkálni, ami nem e-ház falai közé való. Orbán Viktor és kormánya olyan jogalkotási menetrendet terjesztett elő, amit képes lesz teljesíteni, még meg is fogják unni. Néhány nappal ezelőtt azon zokogtak, hogy nem tudnak fölzárkózni a parlamenti munkához, most meg sokalják. Ugyanez az ellentmondás érzékelhető minden nyilatkozatukban és minden lépésükben. Amikor például azt mondják, hogy a Fidesz a gazdagok pártján áll, ezzel szemben azt is mondják, hogy a pénz és piac ellenes magatartást folytatja. Azt is mondják, hogy a kis és középvállalkozásokat preferálja, miközben egyszerre mondják, hogy munkavállaló ellenes a tevékenysége. Feudális diktatúrával vádolnak bennünket, miközben egyszerre ugyanazt is mondják, hogy mi a középosztályt támogatjuk. Mi valóban olyan politikát szeretnénk megvalósítani az önökével szemben, azonban önökkel szorosan együttműködve, azonban ennek csak az önök javaslatai konstruktív közreműködése szabhat gátat, olyan politikát, amely nem a leszakadást, hanem a felemelkedést kínálja. Azért nem mennek jól az egyeztetések a Magyar Szocialista Párt frakciójával, mert egyelőre nem az egyeztetés a legfontosabb gondunk, hanem az, hogy az önök által okozott társadalmi és gazdasági csődből kimentsük ezt az országot. Erről a tényről nem sok egyeztetni valónk van. Ugyanis a fölemelkedésnek, amit mi a kormányprogramban megfogalmaztunk, két lába van. Az egyik a gazdasági fölemelkedés, amely ma már az Európai Unió hivatalos programja is, hiszen minden országban azt tervezik, hogy a bank és pénzügyi szektor ki kell vegye a közös teherviselésből a maga részét, gazdasági növekedéssel, a nemzeti vállalatok támogatásával és munkahelyteremtéssel számolnak. Ez a gazdasági program jelenik meg számos Európai Uniós ország politikájában, ahhoz képest, hogy önök lejáratták Magyarországot az Európai Unióban. Az Európai Tanács példának tekinti és hivatkozási pontnak tekinti a magyar bankadó törvényt. Például. Ugyanez vonatkozik arra a hazugság sorozatra, amely arról szól, hogy a Magyar Szocialista Párt a szegények pártja. Amikor önök ellenzékben vannak, a szegények pártja, amikor meg jól megy a soruk és kormányon vannak, akkor csak a gazdagok érdekeit szolgálják. Mi azt tervezzük, és ennek jegyében fogja a kormány benyújtani a 29 pontos akciótervhez kapcsolódó törvényjavaslatait, hogy a rezsiköltségek befagyasztását mindenféleképpen el fogjuk érni minden magyar polgár számára. Ahogy látták és ahogy hallották Harrak Pétertől, mindent megtettünk a Bajnai kormány utolsó intézkedéseivel szemben, amely kárt okozott április 16-a és június 9-e között több százer magyar embernek. Mindent megtettünk, hogy a kilakoltatási moratóriumot visszaállítsuk. Ahhoz, hogy az embereket meg tudjuk menteni, a deviza alapú hiteleknek a leállítása, korlátozása kiemelten fontos lépés volt, mint ahogy az is, hogy a családok anyagi védelme érdekében lépéseket tegyünk. Nem nagyon értjük, hogy a fölemelkedésnek a gazdasági és szociális oldalát önök miért nem tudják támogatni. Talán az ellenszenv, a sértettség és a bosszúvágy az, ami önökben munkál. Vagy talán, ami önökben munkál, az nem más, mint a lelkiismeret furdalás. Lelkiismeret furdalás, amikor arról beszélnek, hogy milyen fontos a szegények képviselete, akkor önöknek, ha valakinek ebben az országban lehet lelkiismeret furdalása, hogyan képviselik önök a szegényeket, vagy hogyan tudnak a szegényekkel szembenézni, amikor bevezették a vizitdíjat, bevezették a kórházi napi díjat, bevezették a tandíjat, rázúdították az országra a 2-3%-os THM-es fogyasztási hiteleket, rázúdították a deviza alapú hiteleket, megakadályozták az államilag garantált lakáshiteleket, megszüntették a 13. havi nyugdíjat, 2002-ben egy köbméter gázára 40 forint 50 fillér volt, most pedig 121 forint egy köbméter gázára. Ez a 8 év az, amit nekünk rendbe kell tennünk, és önöknek ezért van lelkiismeret furdalásuk. Tisztelt képviselőtársaim! A következő hetekben fontos törvények és fontos döntések kerülnek az országgyűlés elé. Mi mindenkivel szeretnénk együttműködni. Minden egyes javaslatot
Minden egyes javaslatot, ha van ilyen, a szocialisták nem szoktak benyújtani, erről nincs mit beszélni. Ha van javaslatuk és elképzelésük arra vonatkozólag, hogy hogyan képzelik el az önök által okozott csőd elhárítását és az ország talpraállítását, állunk a rendelkezésükre. Holnap várjuk önöket, Balog András, az önök köztársasági elnökének Fideszes meghallgatására. Nagy tisztelettel hívom önöket. Köszönöm szépen.